Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 120 lakás épül Szekszárdon, már zajlik az elmúlt évtizedek legjelentősebb lakóingatlan fejlesztése a Tolnai megyeszékhelyen. Szociális tűzifa a rászorulóknak, több Tolna megyei település is élt a pályázati lehetőséggel. Fontos a karbantartás, már több mint 5200 lakástűz történt idén az országban. Elektromos kukásautók Pakson. Újabb lépést tett az önkormányzata a környezettudatosság irányába. Az elmúlt évtizedek legnagyobb lakóingatlan fejlesztése zajlik Szekszárdon. A megyei jogú város csatári részében a tervek szerint 2023-ig két ütemben összesen 120 új lakás épül. A munka már el is kezdődött. A körzet önkormányzati képviselője azt mondja, sikerült úgy megegyezniük a beruházóval, hogy olyan átalakításokat is elvégez, amik a már most is ott élők életminőségét is javítják. Már dolgoznak a munkások a Szekszárdra tervezett új lakópark területén. Két ütemben összesen 120 lakás épül majd itt. Az első 60-at a tervek szerint nagyjából egy év múlva vehetik birtokba a tulajdonosaik. Nagy zöld felületek lesznek a parkon belül, de azt is jelenti, hogy a külső felszíni parkolókat is fásítjuk, az árnyékolást, csökkentve ezzel a felmelegedő felületek számát. Sőt, nem csak a majdani lakóparkba beköltözők élhetnek korszerű körülmények között a beruházásnak köszönhetően, hanem azok is, akik már a környéken laknak. Ami jelent útszélesítést, parkolóépítést, gyalogátkelőhelyet, járdát, közvilágítást, ez úgy gondolom, hogy vízelvezetést, sőt egy útcsatlakozásnak a kiépítését, ami itt a hátunk mögött van, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez mindenképp a területet rendezettebbé és élhetőbbé teszi. Közel 100 millió forint értékben végeznek ugyanis fejlesztéseket a kivitelezők a meglevő infrastruktúrán. Dr. Gábor Ferenc szekszárdi edzője azt mondja, a Tolnai megyeszéken mindig is nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy az oda települő beruházóknak és vállalkozásoknak megfelelő körülményeket biztosítson az önkormányzat. Amikor megkerestek minket, akkor partnerséget kértek és közös együtt gondolkodást, hogy hogy lehetne egy olyan fejlesztést végrehajtani, ami nem csak az újonnan ide költöző új lakóknak font vagy jó, hanem az itt élő lakóknak is megfelelő. A csatári városrészbe tervezett lakópark teljes befejezésére várhatóan 2023-ban kerül majd sor. 1701 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétfőn idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 852.214 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 44, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.611 főre emelkedett. 1685 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.941.000-en kaptak. Tolna megyében 32 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn, így a járvány kezdete óta összesen 18.221-en kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Több Tolna megyei falu is élt idén a Belügyminisztérium által nyújtott szociális tűzifa program pályázatának lehetőségével. 2021-ben 5 milliárd forintot osztanak szét az 5000 főnél kevesebb lélekszámú települések között. Ugyan a szállítási költségek a helyi önkormányzatokat terhelik, a községek polgármesterei azt mondják, megéri, hiszen jó célt szolgál. A tüzelőanyagot legkésőbb 2022. február 15-éig kell kiosztaniuk. Gyűlik a tüzelő a házak udvarán, hiszen már javában zajlik a fűtés szezon. Vannak azonban olyan családok, akik önerőből nem tudják megoldani, hogy közel fél éven keresztül fűtsenek. A Belügyminisztérium éppen ezért idén is meghirdette a szociális tűzifa programot, melynek során 5 milliárd forintot oszt szét azon települési önkormányzatok között, ahol a lakosság szám nem éri el az 5000 főt. FAD idén 320 köbméter fát vásárolhat a hozzájárulásból. Mint minden évben, ebben az évben is képviselőtestület megpályázta a tűzifa támogatást, 6 millió 200 ezer forint összeget kapott az önkormányzat. A tervek szerint FAD-on két héten belül elkezdik kiszállítani a jelentkező rászorulóknak a tűzifát. Szálkán a kezdetektől 2011 óta élnek ezzel a pályázati lehetőséggel, idén 36 köbméter tüzelőt osztanak szét 20-30 család között. A december 1-i testületülésen születik ebből döntés, hogy ki mennyit kap, és szeretnénk karácsony előtt kiszállítani. A szerződést megkötöttük, úgyhogy az erdészet
2022-től fogjuk szállítani, ugye a kiszállítása az önkormányzati feladat, azt majd meg fogjuk oldani, és bízunk benne, hogy karácsony előtt mindenki megkapja a tűzifát. Pálffy János azt mondja, nem jut sok, de van akinek az 1,5 köbméter fa is nagy segítség. A tárolás és a kiszállítás költsége a helyi önkormányzatokat terheli, de a település vezetők azt mondják, megéri, hiszen jó célt szolgálnak. A síjóalgárdi önkormányzathoz október végéig lehet bevinni a tűzifa kérelmeket. Gerő Attila polgármester azt mondja, igyekeznek minden igényt teljesíteni. Ők 84 köbméter fekete diót kapnak idén, amit 30 család között fognak szétosztani. Minden családnak szerintem segítség az ez a pár köbméter fa. Én azt mondom, amikor majd megjön a tényleg a nagyon hideg, és akkor a meleg kályhára ránéznek, akkor eszükbe fog jutni az, hogy ezt a támogatást a kormánytól és az önkormányzattól kapták. A támogatásból vásárolt tüzelőanyagot az önkormányzatoknak legkésőbb 2022. február 15-éig kell szétosztaniuk. Már több mint 5200 lakástűz volt Magyarországon idén, ami nagy részt a nem karban tartott fűtési berendezéseknek tudható be. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője elmondta, nagyon fontos, hogy a szilárd tüzelésű rendszereket minden évben ellenőriztessük és takarítassuk ki, különben hamar tragédia történhet. Így néz ki egy erősen elszurkosodott kémény. Jól látható, hogy a belseje annyira elkátrányosodott, hogy egészen leszűkítette a járatot, és a fény is alig jut át rajta. Egyrészt a kémény rossz műszaki állapota, másrészt a helytelen tüzelés a rossz minőségű tüzelőanyag használata miatt alakul ki, akár 2-3 hét alatt. Tudtuk meg a szakértőtől. A kémény az égéstermék elvezető az, ami a lakásban vagy a házban biztosít egy természetes húzatot, ami ahhoz fog hozzásegíteni bennünket, hogy az égéstermék az nem vissza a lakás helyiségeibe, szobáiba fog áramlani, hanem szépen majd a szabadba fog távozni a kéményen keresztül. Ezért nagyon fontos a karbantartása. A szóvivő kiemelte, az ingatlanokban elhelyezett füstérzékelő készülék sokat segíthet, ha már bekövetkezett a baj. Ez gyakorlatilag az első jele az égésnek, aznak, hogy valami bizony meggyulladt, vagy éppen lassan izzik, parázslik, ami később odáig vezethet, hogy akár berendezési tárgyak, bútorok gyulladhatnak meg. Tehát ezek azok, ez az az eszköz, megint csak ami azt segít nekünk, hogy a füstnek a minimális koncentrációját már jelezni fogja, ilyen szinten hívja fel a lakó figyelmét arra, hogy intézkedni kell adott esetben. És megfigyelhető az is, hogy a beavatkozás ideje drasztikusan csökkenthető ezzel. A statisztikák szerint közel ötödére. 2021-ben Tolna megyében 72 lakástűz történt, országosan pedig már több mint 5200 esethez vonultak a tűzoltók. Az elmúlt 9 hónapban a lakástüzek 51 halálos áldozatot követeltek. Alkotói pályázatot hirdetett a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ a téli időszakhoz kapcsolódóan. A felnőttektől és a középiskolás diákoktól titokzatos télcímmel verseket és prózákat várnak, az óvodás és általános iskolás korú gyermekektől pedig Hullahó, Hullahó mesebeli álom címmel várnak rajzokat. A pályaműveket november 30-áig lehet leadni, személyesen az óvodai, iskolai és szociális segítőknél, vagy a Humán Szolgáltató Központban, esetleg elektronikus úton a humanszexart@gmail.com e-mail címre küldve. Részben elektromos kukásautók gyűjtik a szemetet Pakson novembertől. A korszerű járműveket az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán nyerte a város. Az új kocsik közel egy negyedével kevesebb káros anyagot bocsájtanak ki, mint a korábban használtak. Három új kukásautó vár bevetésre a paksi hulladékgazdálkodási telepen. Novembertől ezek gyűjtik a háztartási hulladékot az atomvárosban és még 6 környékbeli településen. A korszerű, gázüzemű, részben elektromos működtetési kukásautók üzembe helyezésével újabb lépést tett a város a klíma és a környezetvédelem felé. 25-30%-kal kevesebb a széndioxid kibocsátása ezeknek a gépjárműveknek, mint a hagyományos dízel és benzines gépjárműveknek. Ezen túl pedig még egyéb üvegházhatású gázok kibocsátása is sokkal alacsonyabb ezeknek a CNG üzemű autóknak. A gépjárművek beszerzése, valamint az elektromos és gáz töltő állomás kialakítása az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati támogatásából valósult meg. Egyéb pályázatok útján tervezzük még plusz elektromos hulladékgyűjtő autók beszerzését, illetve amit a polgármester úr ugye említett,
folyamatban van a társulás és az önkormányzaton együttműködve a telepnek a fejlesztése. Ennek keretében lecserélik a város összes szelektív gyűjtő edényzetét is. A témában érdeklődőket november 4-én lakossági fórumra várják Pakson a Városházán. 80 évet tértek haza a bukovinai székelyek Magyarországra. Erről emlékeztek meg Kisdorogon. Az ünnepélyen átadták Csaba királyfi mellszobrát, illetve az 5 székely falut szimbolizáló kopjafát is. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő azt mondta, a bukovinai székelyek mindig megőrizték magyarságukat. A bukovinai székelyek hazatérésének 80. évfordulóját ünnepelték Kisdorogon. Az eseménynek a Nemzetiségi Emlékpark adott helyet, amely az 5 bukovinai falut jelképező kopjafával, valamint Csaba királyfi a székelyek legendás vezérének mellszobrával bővült. Attila király legkisebbik fia volt, és a székelyeket a monda szerint, mert ugye csak mondából lehet visszakövetkeztetni, monda szerint a székelyeket Erdélybe ő vitte, illetve ő telepítette le. 1940-ben Észak-Erdély újra visszakerült Magyarországhoz, így belátható közelségbe került újra az a föld, ahova vissza akartak térni a bukovinai székelyek. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt, aki ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy a székelyek a számkivetettségben is mindvégig megőrizték magyarságukat. Jó látni azt, hogy szinte minden településen, ahol most bukovinai székelyek élnek, valamilyen módon fizikailag is szeretnék megjeleníteni az itt létüket. Székely parkokat, sarkokat, kis szigeteket hoznak létre a településeken, ahol van lehetőség az ősökre megemlékezni, illetve nemzeti ünnepek alkalmával. A megemlékezés zárásaként a résztvevők megkoszorúzták a Kisdorogi Székely Emlékparkban elhelyezett 5 bukovinai falut jelképező kopjafát. Regionális híreink következnek. A városvezetés szerint átvilágítás, az ellenzék szerint ámítás. Honlapról tájékozódhatnak a pécsiek. Megmérgezték az idős nénit, akár 20 évig ülhetnek a komlói gyilkosnők. Jelesre vizsgáztak jótékonyságból, nagybeteg fiúnak segítettek a motorosok. Politikai eszköz, kommunikációs propaganda. Így jellemezte a fideszes Barkóczi Csaba azt a honlapot, melyet a pécsi városvezetés indított el. Ezen a felületen nyomon követhetőek az egyébként több 10 millió forintba kerülő átvilágítások. A kormánypárt képviselője szerint azonban a most folyamatban lévő 26 ügy közül 24 már megbukott a bíróság előtt. A megbízott ügyvédi csapat ugyanis koholt vádakkal igyekszik befeketíteni az előző városvezetést. Már a pécsi polgárok számára is nyomon követhetővé tette az önkormányzat az átvilágítás eredményeit. Egy külön honlapot hozott létre a városvezetés, ahol felsorolják a folyamatban lévő ügyek és a feljelentések számát, de látható az elkövetési érték, valamint az elrendelt zár alá vétel összege is. A Fidesz frakció képviselője stábunknak elmondta, hogy az ezekért felelős ügyvéd Bodnár Imre egy jogi végzettségű propagandista. Barkóczi Csaba szerint ugyanis csupán propaganda feladatokat lát el, és megpróbálja befeketíteni az előző városvezetés tagjait. Hozzátette, hogy ezek az ügyek rendre kudarcot vallanak a bíróságon, az elszámoltatást bemutató honlap pedig egy újabb politikai eszköz. Ennek a propaganda hadműveletnek a része, városvezetés próbál egyfajta olyan hangulatot generálni, minthogyha az előző fideszes városvezetésnek micsoda ügyei lettek volna, holott ezeket nem fogják tudni bizonyítani, tehát ezek a, mikor az igazságszolgáltatás elé kerülnek, ezek az ügyek nem fognak megállni. Tehát ilyen értelemben jogi vonatkozása nincs ennek az oldalnak, hanem inkább ez is egy kommunikációs eszköz a részükről.
Az online felületen külön kiemeltek 5 szempontot. Ezek a teljes körűség, hatékonyság, gyorsaság, tisztességes eljárás, transzparencia. Barkóczi Csaba szerint azonban főként a vagyonzárolások nem bizonyultak jó lépésnek, hiszen az ítélet kihirdetéséig ártatlannak minősül a vádlott. Barkóczi hozzátette, hogy a Bodnár Imre vezette ügyvédi kör egyébként közel 100 millió forintot tett eddig zsebre, bármiféle komolyan vehető eredmény nélkül. Megmérgezték az általuk ápolt idős nőt a vád szerint azok a női elkövetők, akiknek előzetes letartóztatásáról a Pécsi járásbíróságon döntöttek hétfőn. Az emberölés Komlón történt, a sértett október 21-én hunyt el. A vádlottak egymást zsarolták, így váltak gyanússá. Tettükért akár 20 év börtönt is kaphatnak. Rendőrségi kisbusszal hozták az egyik vádlottat, személyautóval pedig a másikat a Pécsi járásbíróságra hétfő délután. Komlói és a Sásdi nőt azzal vádolják, hogy megmérgezték az idősebb gyanúsított anyósát. A bíróságon előzetes letartóztatásokra döntöttek. Minősített emberölés miatt folytatja a Baranya megyei rendőrfőkapitányság a nyomozást a két gyanúsítottal szemben. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 10-től 20 évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés. Ennek megfelelően az ügyészség álláspontja szerint tartani lehet a várható büntetés súlyosságára is figyelemmel, tartani lehet attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén esetleg elszöknének vagy elrejtőznének. Maga a nyomozás még nagyon kezdeti stádiumban van, így a bizonyítás nehezítése is indokolja a gyanúsítottakkal szemben a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek az elrendelését. A megalapozott gyanú szerint korábban megállapodtak abban, hogy megölik az általuk gondozott 86 éves nénit. Az 57 éves nő október 22-én feljelentést tett társa ellen zsarolás miatt, mert a 43 éves nő azt mondta a feljelentőnek, hogy kompromittáló hangfelvételeket hoz nyilvánosságra az anyósa halálával kapcsolatban, amennyiben nem fizet neki 3 millió forintot. A felvételeket meghallgatták a rendőrök. Ezek alapján lettek gyanúsak az elkövetők. Kiderült, hogy a két gyanúsított rendszeresen egy ismeretlen eredetű és hatóanyagú tablettát adott az áldozatoknak, amelyektől október 21-én elhunyt. A bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat, amit az 57 éves komlói nő tudomásul vett. A 43 éves Sásdi fellepezést nyújtott be. Mesekazettákkal ajándékoztak meg egy 12 éves beteg fiút a Kaposvári Széles út Motoros Egyesület tagjai. Martin oxigénhiánnyal született, így jóformán egész nap az ágyhoz van kötve. Ideje nagy részében főként videókat néz. A halmozottan sérült fiút édesapja nehéz körülmények között egyedül neveli családi házukban. Melyik a mese? Mondd a mesét. Tomasz! Azaz. Martin rajong a mesékért, így öröme határtalan volt, amikor a Széles út Motoros Egyesület 4 tagja meglátogatta őt, és több száz mese DVD-vel lepték meg. Az ajándékozás ötlete az úgy jött, hogy a családban feleslegesével gyerek DVD-ket nem szerettük volna kidobni, és meghirdettem ingyenes rovatban, a Lajos jelentkezett rá, elbeszélgettünk, beszédes ember a Lajos, és kiderült, hogy több mindenben szükséget szenved a család, egyedül neveli a kis 12 éves fiát, olyan körülmények közt, hogy azt gondoltuk, hogy mindenképpen személyesen kell, hogy találkozunk vele, és adományt gyűjtöttünk neki. Gyakorlatilag a gyerek DVD-ken kívül pár héten belül tartós fogyasztási cikkek is fognak érkezni a családhoz. A kisfiú egy fertőzés miatt oxigénhiányos állapotban súlyos betegen született. Nem tud beszélni és mozogni is, csak segítséggel képes. Ezért folyamatos felügyeletet, figyelmet és ápolást igényel. Édesapja egyedül neveli és gondozza. 4 évvel ezelőtt 51.550 forint volt az ápolási díj, 25.800 forintos volt a emelt családi pótlék, és 20.000 forint tartásdíjat kaptam. Most már emeltünk a tartásdíjon is, 30.500-nál tartunk, valamint az ápolási díj 132.000 néhány száz forint, azt hiszem 470. Ebből már úgy el lehet lenni, de az elején, amikor minden nap hordtam még a gyerekemet, az önköltségem volt havonta 40.000 forint. Ha a járványhelyzet engedi, a Széles út Motoros Egyesület tagjai legközelebb Mikulás ruhában csalnak majd mosolyt több száz kaposvári óvodás arcára advent közelettével. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. 120 lakás épül Szekszárdon. Már zajlik az elmúlt évtizedek legjelentősebb lakóingatlan fejlesztése a Tolnai megyeszékhelyen. Szociális tűzifa a rászorulóknak, több Tolna megyei település is élt a pályázati lehetőséggel.
Fontos a karbantartás, már több mint 5200 lakástűz történt idén az országban. Elektromos kukásautók Pakson. Újabb lépést tett az önkormányzata a környezettudatosság irányába. Szerdán többnyire napos idő lesz, de fátyol felhők szűrik kissé a napsütést. Eső nem várható, a légmozgás gyenge marad. Éjszaka csillagfényes hideg idő lesz, már kevesebb helyen, de még mindig előfordulhat gyenge fagy, valamint párásság és kötfoltok. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!